Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit a címből már tudjátok, hogy nem más, mint egy karácsonyi smink tutoriál. Kértétek tőlem, hogy csináljak ilyet, de egy lánynak az üzenete nagyon megragadta a figyelmemet, ami nem szólt másról, mint hogy mutassam meg, hogy hogy kell használni a karajás termékeket, amiket kaptam, és csináljak vele egy szép karácsonyi sminket, de egyszerűt, mert annyira aranyos volt, azt írta, hogy ne túl bonyolultat, mert mi nem vagyunk olyan ügyesek, mint te. Ebben nem értek egyet, mert biztosan nagyon ügyesek vagytok, és bízzatok magatokba, de ettől függetlenül arra gondoltam, hogy csinálok egy olyan smink tutoriált, amit kezdőtől a haladóig mindenki meg tud csinálni, illetve egy olyan sminket próbálok ma összehozni, amit tudtok variálni, tehát meg tudtok állni az első lépésnél, de végig tudjátok vinni a hatodikig, mondtam valamit. És nyilván azon kívül, hogy egy nagyon szép karácsony is minket fogunk csinálni, meg fogom nektek mutatni, hogy milyen karajász cuccokat kaptam ebben a hónapban. Rengeteg, a sztorimban már biztos láttátok, hogy nagyon sok cuccot kaptam, úgyhogy szerintem nem is húzom tovább a szót, mert nagyon hosszú lesz a videóm, mint mindig. Még annyit mondanék el, hogy az alapozásról nem fogok nektek túl sokat beszélni, tudjátok már, hogy alapozom, úgyhogy csak azt fogom elmondani, hogy mikor mit használok, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt inkább a szemekre fogunk fektetni. Úgyhogy most, hogy fantasztikusan közel vagytok, kezdeném is azzal, hogy egy nagyon-nagyon picike hidratáló krém már van az arcomon, viszont fogok tenni még egy kört, és az előző videómban tudjátok, vaciláltam, hogy ez vajon ugyanaz a kréme, és igen, ez az eredeti verzió, ez pedig egy travel size, hogyha valaki nem szeretné megvenni az egészet, vagy csak ki szeretné próbálni, akkor van belőle mini is. A minik egyébként nagyon jó lehetőségek arra, hogy kipróbáljátok a termékeket, úgyhogy tudom nektek ajánlani. Ezzel a krémmel fogok kezdeni, ez a Karolya Skin Perfection Beauty Cream. És a következő lépésünk az már kapásból az alapozó lesz, nem használok most külön primert. Úgy érzem, hogy kellőképpen hidratálva van az arcom ahhoz, hogy szépen fel tudjam tenni az alapozót, úgyhogy most ezt a lépést kihagyjuk. Kaptam két szivacsot is most a karajától, mind a kettő már be van vizezve, és olyan hatalmasra megnőttek, látjátok az arcom mellett, hogy mekkorák. Konkrétan egy tenyérnyi méret. Egy kicsit keményebbek, mint a Beauty Blender, és nyilván ez a formája miatt is, de fogásra teljesen olyan, mint a Real Techniques szivacs. Úgyhogy most ezeket is ki fogom próbálni, és az alapozót, amit nagyjából eldolgoztam már az arcomon, azt ezzel fogom tökéletesíteni. Mostanában egyébként valahogy egyre jobban elkezdtem ezt a dewy lookot, finisht szeretni, úgyhogy látjátok, most is ez lesz a cél. Következő lépésként jöhet a korrektor for Cover Excel. És most olyat fogtok látni, amit tőlem nagyon ritkán, cream contourt fogok feltenni első lépésben. Mivel a karajától nincsen még cream contourom, így egy Kylie-s korrektort fogok használni, ami nagyon sötét clove árnyalat. És nagyon keveset fogok feltenni, mert iszonyatosan durva a pigmentáltsága, úgyhogy nem szeretném túlzásba vinni, meg nyilván jó sötét szín is. És a Karolya 19-es ecsettel szépen elkezdem eldolgozni. Ami szerintem nagyon fontos egyébként, itt ahogy a kontúr közben gondolkoztam, mindig kevesebbel kezdjetek, és folyamatosan adjatok hozzá egyre többet, addig, míg el nem éritek a kívánt hatást, tehát legyetek türelmesek, és ne akarjatok egy lépésbe túl lenni az egészen, mert annak általában nem szokott jó vége lenni. Következő lépésben megigazítom a szemem alatti részt. Hogyha beleült volna a korrektor a kis ráncocskáimba, akkor azt elsimítsam, és jöhet a fixálópor.
Amióta egyébként az előző videómba használtam, amikor először kipróbáltam, azóta ez lett a kedvencem, és konkrétan minden nap ezt használom. Le vannak fixálva azok a részek, amik a legjobban szoktak olajosodni, úgyhogy jöhet a púder, Moonlight Powder Foundation, és amit én használok, az a 2-es szín. Képzeljétek el, megint kaptam ebből a Gold and Bronze, hát igazából kis contour highlighter kombóból. Egy az, hogy gyönyörű szép, kettő, hogy nagyon jó illata van, három, hogy egyszer már kaptam ilyet, és elejtettem, és összetört az egész, pedig ezt nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy megmutatom nektek, mindig akkor kezd el viszketni az orrom, amikor már lealapozóztam. Első lépésben a kontúrszínt fogom feltenni a Sephora 56-os kis kontúrecsetkémmel. Ezután jöhet a kis orrkontúr ecsetem. És amikor úgy érzem, hogy a kontúrral megvagyok, akkor a világosabb színt kezdem el használni. Egy lapos ecsetre tettem fel, és megpróbálok az orrom közepén egy egyenes vonalat rajzolni. Teszek fel egy kevés pirosítót, és az arccal akkor meg is vagyunk. Szemöldökömet megcsináltam kamerán kívül, hogy egy kis időt spóroljak, úgyhogy végre jöhet a szem. Rengeteg terméket kaptam. Szeretnék nagyon sok mindent használni, viszont nem szeretném nagyon túlzásba vinni, hogy tényleg, hogyha szeretnétek, akkor meg tudjátok csinálni ezt a sminket. Egy valamiben biztos vagyok, mivel tipikus karácsonyi sminkről van szó, arany szemet és piros szájat fogunk csinálni. Rengeteg ilyen kis wonderboxot kaptam, és ahogy látjátok, nagyon-nagyon sok szín van benne. De mi most nem fogjuk kifejezetten a színeket használni, hanem inkább az aranyos-barnás árnyalatokkal fogunk foglalkozni. Két paletta maradt előttem, a 4-es és az 5-ös számú, és ezen kívül még a Wondersculpt 1-es palettát is ide teszem magam elé. De még mielőtt elkezdenénk az egészet, Perfect Touch Eyeshadow Primerrel fogom lealapozni a szemhéjamat. Hagytam egy picit száradni, úgyhogy most már végre elkezdhetjük a szemet. Ezt vártam, amióta elkezdtem az egész sminket. Elővettem egy ilyen kis pufi ecsetkét, és eskü nem koszos egyébként, de annyira befogja az összes barna és piros ezt a fajta ecsetet, hogy lehetetlen igazából tisztán tartani. Első lépésben ezzel a kis középső színnel, igen, ezzel fogom lefixálni a szemhéjamat. Nagyon szép egyébként kis krém szín. Tökéletesen semlegessé tudom vele tenni a szemhéjamat. Ezután arra gondoltam, hogy ezzel a barnával fogok kezdeni, utána pedig ezt fogom használni, és csak a mélyítő vonalamat, illetve felette fogom szépen eldolgozni, és mindig nagyon keveset veszek fel. Átváltok egy kicsit laposabb ecsetre, de igazából ugyanazzal az ecsettel is végigvihetitek az egész folyamatot, amivel kezdtétek, mert túl nagy különbséget nem jelent egyébként. És átnyúlok abba a színbe, amit az előbb mutattam, és egy nagyon picikét viszek fel belőle a szemem külső felébe. Látjátok, ilyen kis félkör alakban. És hogy tényleg ne legyen túl bonyolítva, igazából a matt része az ennyi is lesz a sminknek. Ez a paletta egyébként egy az egyben matt, a többi, legalábbis ez a kettő, ami nálam van, ez pedig csak fényes és csillogós színeket tartalmaz. Úgyhogy a következő lépésünk az az lesz, hogy ezt a kis, mutatom inkább közelebbről,
ezt az aranyszínt fogjuk felvenni. Először ecsettel próbálom megfeltenni, és igazából a szemem külső... de szép. És a szemhéjam külső egyharmadába csak ezt fogom feltenni. És így elég viccesen nézek ki, úgyhogy előveszem a kis puffy ecsetemnek a másik végét, és az éleket eldolgozom. Mivel egy csillogós színről van szó, így nagyon-nagyon könnyen el lehet dolgozni. Kicsit kifele is elhúzom, és szépen összedolgozom. Ezt akár egyébként, hogyha olyan szemhéj festéketek van, amiben kényelmesen belefér az ujjatok, ez ugye elég kis minike, bele tudom dugni igazából az ujjam, de nem annyira, mint amennyire szeretném. Látjátok? Hú! Sminkelek, bocsi, tiszta kosz mindenem. Kosz? Hát sminkes vagyok mindenhol. És hogyha az ujjatokkal teszitek fel, akkor szinte az ujjatokkal el is tudjátok dolgozni az egészet. Az ujjammal egy kicsit az elejét eldolgozom, mert szeretnék több színű csillánot feltenni, vagy hát ilyen kis csillogó szemhéjfestéket. És kaptam az Aquacolorból is több fajtát egyébként, de az az igazság, hogy ez iszonyatosan megfogott, és ennek az aranya nagyon tetszik, úgyhogy azt fogjuk csinálni, mivel ez Aquacolor, hogyha egy kevés vízzel teszed fel, akkor lesz a legszebb, de kíváncsi vagyok rá, hogy víz nélkül milyen, úgyhogy felütögetem. Így kicsit csillámos hatása van, de várjatok egy percet, hozok vizet és megnézzük. Karajának az 5-ös szemhéj festék ecsetével fogok belőle felvenni. Ó, ez tetszik. Egyébként, hogyha szeretnétek ezt megrendelni, és ezeket kipróbálni, akkor linkeket megpróbálok mindenhez összegyűjteni a leírásba, hogyha egy kicsit megcsúszok vele, akkor ne haragudjatok, be fogom pótolni. De ezen kívül egyébként teljesen sima drogériás arany szemhéjfestékkel is meg tudjátok ugyanezt csinálni. És a belső sarokba pedig, úristen, látjátok ezt? Ebből a fehéret. Teszem. A matt palettába visszamegyek egy pillanatra, és az alsó szemhéjamra is ugyanazt a két színt, amit felülre felvittem, felviszem. Figyelek rá, hogy össze legyen kötve alul. Hogyha ti két lépéssel ezelőtt megálltatok, akkor sincsen semmi baj, sőt, már akkor is egy gyönyörű sminket tudtok csinálni. Hogyha itt álltok meg, akkor is teljesen tökéletes, felraktok egy szempillaspirált, hogyha szeretnétek műszempillát, és igazából készen is vagytok, de mivel nekem van itt még pár cuccom, mindenképpen szeretném kipróbálni azokat is. Van 3 darab szemhéjtusom összesen. Az egyik az egy kicsit rövidebb hegyű, nyilván azt látjátok, hogy ilyen kis kicsavarós. Van egy tollas, aminek sokkal hosszabb a hegye, és van egy tégelyesünk, így néz ki a 3 tus egymás alatt. És ezt ugye tudjátok tusnak is használni, viszont ez egy smoky 3D szemhéj festék, amit nagyon jól tudtok alapnak használni, hogyha valami nagyon füstös szemet szeretnétek, akkor azt fel tudjátok kenni, és nagyon jól el lehet satírozni. Na, én most viszont ezt fogom használni, a toll formátumot, és csak egy nagyon kicsi tust fogok húzni. Megvan a tus, és ahhoz képest tudjátok, hogy én nem szeretem egyébként ezt a tollas verziót, és nagyon béna is vagyok vele, ahhoz képest egyébként egészen jó lett. Van itt nekem 3 darab szemceruzám is, és a 3-ból 2-re azt írja, hogy vízálló. Az egyik az dörzsölésálló is, és ezek a dolgok azért érdekelnek minket, mert a vízvonalamra fogom tenni, úgyhogy az egyik oldalon lesz a Smoky Kajal 1, ami a dörzsölésálló, a másik oldalra pedig fogom tenni a Super Longwear-t.
Nagyon rég volt egyébként kihúzva feketével a vízvonalam, és nem is értem, hogy miért, mert imádom, amikor ki van húzva. Kész. Kettő darab szempillaspirálom is van. Az egyik a Night and Day 24 órás Volume Experience, a másik pedig Lash Design maszkara. Volume and Sculpting, rövid kis műanyagkefés. Az első, amit mondtam pedig, ezek rendes sörték, viszont nagyon kis vékony. Úgyhogy mivel szeretek próbálgatni, így az egyik oldalt lesz az egyik, a másik oldalt a másik, ezzel kezdek a nektek a jobb oldalon. Összességében mind a két spirál tetszik, viszont sokkal-sokkal jobban bejön a Lash Design, ami ugye ez a szürke volt, ezüst. És már csak két dolog van hátra, a rúst, látjátok, feltettem egyébként a pillámat is, rúst kell még feltennem, illetve a highlighter maradt el. És még mielőtt a rúst feltenném, van nekünk egy Perfect Touch Lip Primerünk is. Ritkán használok szájra primert, de vannak olyan rúzsok, amikhez mindenféleképpen kell. Amíg várjuk, hogy száradjon, addig kihegyezem a Kylie-s piros szájceruzámat. Kaptam egy hegyezőt is, aminek nagyon örülök, mert mindig elhagyom a hegyezőimet. És a Pupa U195-ös rúzsomat fogom most feltenni. Érezhetően jobban tapad egyébként az egész rúzs, meg a szájceruza is a számhoz. Nem hiszem, hogy egy jó darabig ezt el fogom hagyni. És a 4-es Aquacolort szeretném használni highlighternek, de még előtte a Golden Bronze palettából a highlighterrel fogok egy kis finom alapot feltenni. Már ez nagyon szép, de úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat fog dobni rajta. Kicsit a szemöldökcsontom felé is. És természetesen, ha már ennyit kontúroztunk. És hogy minden a helyén maradjon, lezárom. Egy kis fixálósprével, és ezzel kész is van az első karácsonyi sminkünk. És hogy miért mondom, hogy első? Természetesen azért, mert fogok még egy-kettőt csinálni. Szeretnék többet csinálni, hogy mindenki megtalálja azt a fajta sminket, ami a legközelebb áll hozzá. Ez volt az első verzió, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor tudjátok, dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést a legújabb videókról. És természetesen Instán is kövessetek, mert igyekszem egyre több posztot kirakni. Ha bármi észrevételetek van, vagy tetszik a smink, nem tetszik, akkor azt a komment részlegbe tudjátok leírni nekem. Tudjátok, figyelek, mindent látok, hogyha van valami kérdés, akkor arra válaszolok is. A karajás termékeket megtaláljátok az infoboxban, és ne felejtsétek el, hogy még mindig van 10% kedvezmény a Rebecca 10 kuponkóddal, úgyhogy ha bármit szeretnétek megvenni ezekből a termékekből, vagy valamit találtok az oldalon, akkor használjátok a kuponkódomat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!